És belegondoltam, hogy milyen sok negatív téma volt az utóbbi időkben, úgyhogy mi lenne, ha visszatérnénk kicsit a pozitív felé, hogyha arról beszélnénk kicsit, hogy amúgy az emberek mennyire tudják szeretni a játékaikat, és hogy az emberekben rejlő, kitartó erő mennyire kioldhatatlan, és hogy bármire képesek lehetünk, hogyha egy célt kitűzünk magunk elé, és kitartóan haladunk felé. Igen, majd az Unibet támogatásával az őrült kihívások és az őrült játékosok, akik teljesítették, én már, ennek is az ötödik részénél tartok, na mindegy. Imádom ezeket a sztorikat. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele. Kezdjük a listát egy egészen elborult, őrült kontrollerrel, a hangoddal. Oké, nem annyira fura, viszont az fura, hogyha egy olyan játékot próbálsz megjátszani, ami még normál irányítási módokon is végtelenül frusztráló. Az Only Up egy úgynevezett Foddy-en játék, ugye Bennett Foddy-ról elnevezve, aki anno a Getting Over It-et is fejlesztette. Azóta rengeteg ilyen felfele mászós rage játék van, ahol valamilyen nagyon nehéz irányítással kell nagyon magasra feljutnod, de egy szándékosan nagyon nehézre megtervezett pályán, ahol egyetlen apró hiba a legelejére dobhat vissza. Na most, Larsa egy speciális kontrollert fejlesztett ki, ami egy beszédfelismerő rendszerrel kulcsszavakat ismer fel, és az alapján irányítja a játékot. A Go például nyilván elindítja a karaktert egyenesen sétálva, a Stop megállítja, a Camera Left egy 90 fokos fordulat balra, a Tiny Left egy 10 fokos, a Micro Left egy 1 fokos. Na és ezzel a kontrollerrel Larsa végigjátszotta az Only Up-ot. Walk, walk, Tiny Left, walk, walk, walk. Most persze az azért hozzátartozik, hogy amúgy adott magának annyi könnyítést, hogy a nagy szakaszok végén lehessen egy ilyen checkpoint, mert ha tényleg egy az egyben kéne végigmenni rajta, arra talán egy év is kevés lenne. Viszont amúgy azt is szerintem tök jól mutatja ez a kihívás, hogy akár egész jó lehetőség lehet ez a beszédfelismerős kontroller az ilyen akadálymentes játék irányítása is, persze nem a legnagyobb rage game-et kéne játszani rajta. És ha már fura kontrollereknél tartunk, meséltem már olyan helyzetekről, amikor valaki mondjuk a Donkey Konghoz gyártott kongadobos kontrollerrel játszott végig egy játékot, viszont létezik egy olyan közössége is a játékosoknak, akik effektíve valós hangszerekkel próbálnak játékokat játszani. Igen, gyakorlatilag, ha úgy vesszük, igazából bármilyen elektromos hangszer, például egy dob, ami MIDI elven működik, tehát specifikus parancsokat küld a számítógépnek, gyakorlatilag átalakítható bármilyen kontrollerré. Erre jött létre a Super Mario 64 egyik legbizarabb speedrun kategóriája, a Drum Percent, ahol a játékosok igazi elektromos dobszettekkel játsszák végig a játékot. A nyilak rá vannak meppelve a pergőre és a három tamra, az ugrás, vagyis az A a lábdobra, és így tovább. Itt látjátok a teljes meppelést, és bizony nem csak hogy végig tudják játszani a játékot, hanem konkrétan versenyeznek a sebességben. Konkrétan a kategória legnagyobb játékosa, CZR, egy külön Guinness világrekordot is kapott belőle, 19 perc alatt tudja végigjátszani a játékot egy dobszettel. Most a következő nem annyira egy gaming achievement, de egy streamer csinált a Twitch-en, nagyjából belefér, muszáj beszélnem róla, mert hogyha őrült kihívásokról beszélünk, ráadásul olyanról, amit egyetlen 11 órás stream alatt csinálsz meg, egészen elképesztő. Mindenki ismer ugye a Pete, és tudjuk, hogy ahhoz, hogy random számításokat csináljunk vele, elég annyit tudni, hogy 3,14 vagy mondjuk, hogy 3,1415. Viszont a Pi egy nagyon különleges szám, hiszen egy olyan tört számról van szó, ahol a számjegyek gyakorlatilag végtelenül követik egymást, nincs bennük semmilyen kiismerhető rendszer vagy ismétlődés, legfeljebb csak random ismétlődések véletlenül. Épp ezért, amikor a memóriádat akarod tesztelni, akkor egy egész jó kísérlet arra, hogy hány számot tudsz egymás után megtanulni, mert nincs benne logika. Extra Emily arra vállalkozott, hogy egyetlen stream alatt meg fogja tanulni kívülről az első 1009 számjegyet. Jól hallottad, 1000 plusz 9 számjegyet. Arra, hogy bonyolult dolgokat felidéz egyszerűen, rengeteg különböző technika van. Ezek közül a legismertebb a memória palota, ahol a számokat valahogy egy történethez kötöd valamilyen logika alapján, és nem számokat próbálsz megjegyezni, hanem egy történetet vagy képeket egymás után. Így pedig, ahogy a történetet felidézed, csak át kell konvertálnod a szereplőket, eseményeket és képeket számokká, így fel tudod idézni a bonyolult számsort, viszont megjegyezned csak egy vicces történetet kell. Extra Emily is ezt a módszert használta, és ebben a 11 órában megalkotta a sztorit, memorizálta a sztorit, és aztán végül bekötött szemmel fel is idézte a sztorit, és abból átkonvertálva mind az 1009 számjegyet. 2 Did I do it?
A kedvencem az eredeti kommentelő volt, aki azt írta, hogy a munkahelyemen a raktár biztonsági kódja 4321, és én néha még azt is el szoktam felejteni. Undertale alapvetően nem tartozik a legnehezebb játékok közé, de mégis azért lehet hozzá olyan kihívást találni, ami elképesztően nehézé teszi. Vegyük például a harcrendszert. Az Undertale igazi zsenialitása ebben rejlik, hiszen a harc úgy néz ki, hogy mikor az ellenfél üt minket, a lelkünk kvázi egy ilyen téglalapba záródik, ilyen szíveske formában, és mindenféle támadások érkeznek, amiket ki kell kerülnünk. Gyakorlatilag minden boss fight egy saját kis minigém, ahol valamilyen játékot kell játszanunk ebben a kis dobozon belül. Undyne például full egy ritmusjáték, Sans egy platformer, stb. Na és ha azt a kihívást nézzük, hogy no hit végigjátszás, azaz az egész játék során egyetlen ütés sem kapunk, na akkor mindjárt látszik a nehézsége. Ezzel is kezdi Danikának, hogy felhívta a figyelmet Mörgre, aki így játszotta végig az Undertale-t, és gyakorlatilag úgy nyomott végig egy rakás, egymástól relevánsan eltérő minijátékot, hogy egyetlen egyszer sem hibázott bennük, ami azért tényleg egy elég őrült kihívás. Vannak a hagyományos sportokban olyan őrült játékosok, akik nem feltétlenül a megszokott módon érik el az eredményeiket. És ez nem feltétlenül jelent csalást, hanem mondjuk egy olyan kiskaput találnak a játék szabályrendszerében, hogy azzal egy teljesen más megközelítéssel is ki tudnak játszani szabályokat a győzelem érdekében. Na most, Bushcamp Dead is hozzájuk hasonló a Fortnite-ban, és itt is ugyanaz lett a sztori vége. Végül meg kellett változtatni a szabályokat, hogy ki lehessen őt zárni. Bushcamp Dead ugyanis egyetlen nagyon egyszerű stratégiát alkalmaz arra, hogy a Fortnite-ban győzöm. A kempelést. Mármint nem abban az értelemben, hogy szerez egy mesterlövész puskát és valahonnan kempelve lelő mindenkit, hanem abban az értelemben, hogy soha egyetlen egy eliminationt sem szerez, végig csak bujkál, mégis sikerül a ranked módban is eljutni a legmagasabb Unreal fokozatra. A titka az, hogy szimplán megpróbál a legjobban elbújni mindenki elől. Már amikor leugrik a buszról, azonnal kinyitja a glidert, minél később érjen a földre, utána pedig mindig a kör lehető legszélén, lehetőleg a vízben várja ki, hogy a játéktér egyre szűküljön. Amikor pedig mégis be kell mennie, igyekszik a lehető legmegszebb tartózkodni a többi játékostól. Nem feltétlenül szerez vineket, hanem amikor úgy érzi esélytelen tovább mennie, gyorsan kilép a játékból, és azon a helyezésen gyakorlatilag érvényesül a rangja. A titka viszont az, hogyha egy meccsben nem szerzel sebzést, amit ő ugye így nem szokott, akkor ez egy nagyon nagy bónuszt ad arra a rank-upra, így még az átlagosnál is gyorsabban tud felszaladni Unreal-re. Viszont egy ponton, amikor YouTube-on is megosztotta a stratégiáját, az Epic módosította a szabályokat, és a no damage bónuszt drasztikusan lecsökkentették, bizonyos rangokon felül pedig már nem is érvényesítették, hogy Bushcamp Deadnek muszáj legyen valamennyit fájtolnia is. A GTA 5 kifejezetten arról ismeretes, hogy egy erőszakos játék. Sőt, ha úgy veszük, a nagybetűs erőszakos játék, amivel minden tévés megmondó boomernek és aggódó szülőnek baja van. Hiszen veszélyesen vezetsz, nagy karambolokat okozol, és a sztori is végig arról szól, hogy elképesztő sok ember gyilkolászol végig. Adott hát a kérdés, végig lehet-e úgy játszani egy GTA 5-öt, hogy egyetlen embert sem ölsz meg? Oké. Okay. Erre nyilván nem a válasz, de Dark Viper AU mégis azt próbálta kideríteni, hogy oké, akkor mi a legkevesebb NPC, akit meg kell ölnöd, hogy végigjezd a játékot. Konkrétan 3 évébe telt, de sikerült végigvenni a játékon úgy, hogy a lehető legkevesebb NPC-t ölte meg ő személyesen, közben mindenféle különböző taktikával próbálta ezt elkerülni, természetesen csalások és módok nélkül. Az esetek többségében megpróbált bujkába eljutni A-ból B-be, ráverni az NPC csapattársakat, hogy minden harcot ők vigyenek véghez, vagy szimplán az ellenfeleket játszotta ki úgy, hogy azok magukkal végezzenek. A GTA 5 befejezéséig az ő számítása szerint 96 NPC-t kell csak ténylegesen megölni, ami egészen meglepően alacsonyan szám, de Dark Viper AU azt is elmondta, nem tartja kizártnak, hogy egyszer újra próbálkozzon néhány küldetéssel, és ezt a számot még lejjebb vigye. Five Nights at Freddy's, amúgy, hogyha belegondolunk, hogy igazán a gameplaybe egy nagyon érdekes játék. Végig arról van szó, hogy vannak ellenfelek, akik gyakorlatilag egyetlen ütéssel, mint a szobában való felbukkanással nyilván megölnek minket, de mindegyik valamilyen szinten előre jelzi a közelettét, és nekünk van lehetőségünk valamivel megelőzni ezt a jumpscare-t. Igazából az egész franchise gyakorlatilag erre a logikára épül, egyre bonyolultabb ellenfelekkel, akikkel szemben sok esetben nincs is feltétlen védekezési lehetőségünk. Viszont nyilván felmerül sokakban a kérdés, hogy oké, mi lehet a legnehezebb módja ennek az egésznek? Scott Cawthon, a játék fejlesztője pedig meg is adta a választ. Külön játékként kiadta az Ultimate Custom Night-ot, ahol teljesen tetszőlegesen egyedileg személyre leszabhatjuk a lehető legnehezebb FNAF-ránt, összesen 50 ellenfél kiválasztásával, akinek az intelligenciáját, és hát ugye a nehézségüket fel lehet húzni max szintre 20-ra. Ez a kihívás Five Nights at Freddy Ultimate Custom Night 50-20 nevet kapta, épp ezért. Ha megnézed,
A nyers felvételt egy ilyen RAM-ból szinte követhetetlen, mi történik. Másodpercenként több különböző veszélyjelzés bukkan a képernyőre, folyamatosan itt-ott villognak a dolgok, és az egész egy ilyen reakciós memóriajáték. Megfelelő akciókkal kell reagálni megfelelő jelekre, csak épp borzasztó sok a jel és borzasztó kevés az idő. Az első ember, aki ezt a kihívást sikeresen teljesítette, Remery volt, mert akinek videós bizonyítéka is van. Szeretném a második teljesítőt is behozni, akire Cselevi hívta fel a figyelmet a Discordon, mert mindkettőjük reakció a győzelemre iszonyú felemelő. Oh my god! Guitar Hero elképesztően maradandót alkotott a maga műfajában. Mármint a ritmusjátékoknak van kismillió verziója, ami ennyire maradandó lett, de igazán Japánban járkálva döbbentem rá. Ott már amúgy is voltak népszerű műfajok, mondjuk a Taiko no Tatsujin, ahol ugye ezeket a dobokat kell ütnöd, vagy a Sega Mai Mai, ahol egy nagy kör alakú kontrollered van. Ezek mellé viszont egy ugyanennyire meghatározó és megkerülhetetlen ritmusjáték kategória, vagy hát eszköz lett az ötszínes bogyó, ami egy gitár alakú kontrolleren kell nyomni, és közben pengeted a gitárt. Nem is csoda, hogy mint külön játék kategória rengeteg őrült kihívás van benne. És igen, a többség valószínűleg hallott már arról, hogy az eredeti Guitar Hero szériában mekkora elképesztő kihívás volt a Dragon Force Through the Fire and Flames című száma, és mekkora dicsőség volt, hogy egyetem végig tudtad játszani, és hogy milyen sokat kellett várni, mire valakinek egyáltalán sikerült 100%-ra lenyomni max szinten. Azóta viszont a Guitar Hero széria gyakorlatilag halott, a játékosok viszont kerestek valamit, ami fenntartja az érdeklődést. Még annól azt hiszem egy csalós videóban említettem először a Clone Hero-t, ami gyakorlatilag egy az egyben felélesztette a Guitar Hero játék menetet, teljesen jól felhasználja az eredeti és utángyártott kontrollereket, azzal a különbséggel, hogy bárki készített hozzá dalokat, így gyakorlatilag a végtelenségig garantált az újrajátszhatóság. És bizony itt jöttek az őrült kihívások, az egyre bonyolultabb és őrültebb zenék, viszont az egyik legőrültebb dolog, amit ezek közül láttam, és muszáj megmutatom nektek, az a híres Lynyrd Skynyrd szám, a Freebird végigjátszása, ami igen, van benne egy szóló, ami amúgy nem annyira bonyolult, viszont annál epikusabb. De hogy önmagában nem tűnik olyan nehéznek. Igen ám, de Carmine Jared, akit itt láttok, 300%-os sebességen játsza. És nem az a durva, hogy az elejét tudja követni, ami így szimplán csak egy gyors szám, hanem hogy a szólót is végigjátsza, sőt, hibátlanul végigjátsza, ugyanis megszerezte benne az FC-t, vagyis a 100%-os teljesítést, ami fel sem tudom fogni, hogy lehet erre képesnek lenni. A Geometry Dash szintén egy ritmusjáték, ám itt most nem egy játékos teljesítményét akarom kiemelni, mint őrültség, hanem egy map készítőjét, Spudnix-ét. Nos, milyen játék a Geometry Dash? A Geometry Dash egy oldalnézetes 2D ritmusjáték, ahol egy kis négyzetet irányítasz, aminek ritmusra kell ugrálnia és kikerülni az akadályokat. Szuper, na most, akkor ez a pálya, ez így mi? Hogy csinált Spudnix egy háromdimenziós pályát a játékban? A 4 hónappal korábbi videójából kiderül, hogy bizony ebben nincs semmi mod, nincs semmi extra kiegészítés, pusztán a rendelkezésre álló map editor eszközöket használta arra, hogy 2D-s tárgyakból 3D-s illúziókat csináljon. De ez ennél még mindig bonyolultabb. Konkrétan 3 évvel ezelőtt kezdett el ezzel foglalkozni, először még csak egy ilyen vicces megoldással egy alagutat csinált, azóta pedig gyakorlatilag próbálja maxra járatni azt, hogy mit lehet ebből a szerencsétlen motorból kihozni. Konkrétan az elmúlt 3 évben írt egy saját programozási nyelvet, ami a megfelelő 3D animációkat lefordítja a játék térképszerkesztőjének saját kontrollereinek a nyelvére, hogy mindenféle animációkat le tudjon programozni 2D formákból. Egészen elképesztő a végeredmény, még akkor is, ha nem tudod, mi van mögötte, de a teljes videó elképesztő részletekben menően magyarázza el például, mennyi munka van csak ennek a 3D-s kockának a forgatásában, ahol gyakorlatilag 9 különbözőre színezett 2D alakzat mozog megfelelő ütemben, hogy az egész megadja ezt a 3D-s illúziót. A csávó gyakorlatilag újra feltalálta a 3D animációt az alapoktól, mert hogy annak idején az első 3D animációk és szoftverek pontosan ugyanígy jöttek létre. És ráadásul a legjobb az egészben, hogy mindezt azért, hogy szinte senki ne tudja játszani a pályával, mert annyira őrülten komplex lett az egész, hogy a játék nem tudja elindítani és kikressel. Ez valami csodálatos. Az őrült kihívások videók visszatérő vendégei már a mindenféle elborult From Software kihívások. Múltkor bemutattam már Miss Mikát, a Souls-like játékok koronázatlan királynőjét, aki mindig megtalálja a legőrültebb végigjátszási lehetőségeket. Most viszont nem ő, hanem egy másik teljesen elborult, hogy youtuber volt az, akinél megtaláltam a
tényleg eddig legidiótebb kihívást. Miss Mika, ugye már legőrültebb kihívás eddig az volt, amikor egyszerre kétszer játszotta végig az Elden Ringet párhuzamosan, egyszer a lábával egy táncpadon, egyszer pedig a kezében lévő kontrollerrel. Viszont képzeld el, mi lenne, ha több játékot végigjátszanál úgy, hogy egyetlen kontrollert tartasz a kezedben? Mármint nem egymás után, hanem egyszerre. Igen, Forlorn Knight egy olyan kísérletet kezdett el, hogy kipróbálja, végig lehet-e játszani a Dark Souls 1-et és a Dark Souls 2-t úgy, hogy közben mind a két játék ugyanarra a kontrollerre van kötve. Ha gurul, mindkét játékban gurul. Ha üt, mindkét játékban üt. Azóta viszont nyilván nem tud megállni kettőnél, azóta már kipróbálta a Dark Souls 3-at is bedobva a mixbe. Ráadásul olyan szabályokat is hozott, hogy nem húzhat el egyik vagy másik játékban, kb. Egyenletesen kell haladnia mind a háromban, és egyszerre kell befejeznie a három játékot. És nyilván, hogyha ebben a videóban beszélek róla, sejtétitek, hogy megcsinálta. Az egész nem fenn van YouTube-on, és van egy ilyen rövidebb összefoglaló, ahol így a stratégiáról is beszél, hiszen nyilván alkalmazni kellett bizonyos ilyen speedrun skipeket, természetesen glitchek vagy modok nélkül, hogy emberi időn belül be tudja fejezni az egészet. Nem is csak azért durva őrült kihívás ez, mert önmagában mennyire nehéz, hanem azért is, mert kinyitja az ajtót egy csomó más őrült kihíváshoz. Az összes From Software játék egyszerre, az összes játék egyszerre táncpaddal, az összes játék egyszerre táncpaddal halál nélkül, bele sem merek gondolni. És ahogy említettem, ehhez a videóhoz is érkezett sok javaslat a Discord szerveren, úgyhogy a videókba klippek csatornára ezeket is küldhetitek, hogyha találtok ilyen őrülteket, akik ilyesmi kihívásokat csinálnak. Kommentekben pedig arra lennék kíváncsi tőletek, hogy mi az, amivel még akár megismernétek próbálkozni, és ha nem is teljesen, de részben tudnátok teljesíteni. Sokat segít, hogyha ezt elmesélitek, és egy lájkkal is jelzitek a YouTube-nak, hogyha tetszett a videó. Mint mindig most is segít, hogyha fel is iratkoztok, meg követtek mindenféle egyéb helyeken, Twitchen, Threadsen, Instán, TikTokon, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miket csinálok. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.